Kedves hallgatóink, hazánkban hála az elmúlt években hozott jelentős intézkedéseknek egyre nagyobb a személy és vagyonbiztonság. Egyre kevesebb bűnöző tud átsúszni azon az intézkedési, technikai, biztonsági és ellenőrzési hálón, amely a szocialista értékeinket védjük és őrizzük, valamint óvjuk és megbecsüljük. Ezért rázta meg közvéleményünket annyira az az eset, amely egy zimankós januári hajnalon történt a hatos úton. De mint tudjuk, tökéletes büntény nincsen, legfeljebb tökéletes rendőrség, valamint bűnüldöző szervek, valamint nyomozók és önkéntes rendőrök. És önkéntelen rendőrök. Önöknek viszont most alkalmuk nyílik megismerkedni a majdnem tökéletes bűnözővel, Kellner Kis Árpáddal. Kérem, vezessék be a postarablót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát ön a dunaújvárosi rém. Én vagyok, kérem, tisztelettel. Hát kérem, tessék van kedvesen megmondani nekem, hogy hogyan tudott ön egy olyan hatalmas pénzszállító teherautót feltartóztatni? Hát kérem, én ezt magam sem tudom. Ültem a gyerekkel a konyhában, és csináltuk az orosz leckét. Amikor megállt egy teherautó. A teherautót kivezette? A sofőr. Ismerte? Nem, kérem. Ismertem. No, ön pisztolyt szegezett a sofőr hátába. Igen. De hogy ez hogy lehet? Én kérdem, hogy hogy lehet. Most miért nem válaszol? Tessék levenni a bilincset, nem tudok lapozni. De hát én kérdem azt, hogy ez hogy lehet. Hát én csak arra emlékszem, hogy éppen ott tartottunk az igeragozásban, hogy knyomkomu csemu, amikor két ember hirtelen hátat fordított nekem, és feltartotta a kezét. Hát mégis mit gondolt, hogy miért teszik fel a kezüket? Nem tudom, kérem. Talán a karnist akarták főtenni. Na jó. A pisztolyt hol szerezte? Hajós Jenőnétől. Ki az a Hajós Jenőné? Vásározó. Milyen pisztoly volt? Vízi. Vízi pisztoly, de nem tudtam vele lőni. Mínusz 5 fok volt, befagyott. Ezután maga a pisztollyal a két férfit beterelte az árokba. Lehetséges, kérem. A orosz lecke teljesen elvette az eszemet. Ugyebár ön állarcot is viselt. Igen. Szabad tudnom, hogy miért? Azért nehogy megijedjenek tőle. Tudja, hogy maga szörnyű bűnt követett el? Igen! Most mi lesz? A fiam biztos megbukik koraszból. Magával mi lesz? Magával mi lesz, ember? Nem tudom, kérem, én mondtam is magamnak, amikor a reklámszatyorba pakoltam azt a rengeteg pénzt, ugye? A 11 milliót? Lehet, kérem, le volt takarva pléddel. Szóval mondtam magamnak, Józsi, te ezt nagyon rosszul csináltad. Ekkora marhaság. A rendőrség szerint nem lehetett véletlen, hogy maga azonnal kiemelte,
pont a 11 milliós zsákot a sok zsák közül. Tetszik tudni, az egyik zsák nagyon gyanús volt. Miért? Sokkal nagyobb volt, mint a többi. A sofőr benne volt? Mennyit ígért neki? Hát a felét. 5,500 forint. 11 milliónak nem 5,500 a fele? Nem. Ez talán a fiamtól tessék megkérdezni. A családja tudta, hogy maga miben sántikál? De miért sántikálnék ki? Kérem, én cipész vagyok. Azt tudja, hogy maga miatt 5000 rendőr nem aludt? Tudom. Mesélték. De akkor nagyon is ébren voltak a rendőrök. Mikor? Amikor mesélték. Azt tudja, hogy a nyomozás sokáig tévútra vezette, hogy Dunaújváros és Budapest között az út szélén több zsák pisamát és kenyeret találtak. Nekem tetszik mondani, én dobáltam el. Hogy? Úgyhogy egy csomó autót tévesen állítottam meg. Állt már maga az út mellett egész éjjel harisnyával a fején. Egymás után jön az a sok robúr, patyolat, pék, gázművek, vízművek, temetkezési művek. Kérem, én úgy megijedtem. Na jó. Ott tartunk, hogy megállította a pénzszállító autót. Most arra feleljen, hogy tudott áthatolni a pénzt védő biztonsági rendszeren? Ez még egyszer tessék megkérdezni. Hogy tudta a bonyolult zárat kinyitni? A tutólakatra tetszik gondolni. Ember, mi lesz most ezután? Ott volt a jó kis meleg cipész műhelye. Igen, kérem! Mindenki szerette az utcában. Ideig aztán biztos, hogy ott tartják. Mire kikerül az iparát is elveszik. Na, mi lesz magával? Nem tudom. Hol fog dolgozni? Hát hova veszik fel ilyen múlttal? Hát talán kocsikísérőnek a postára.